Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Természetesen, ha péntek van, akkor Seres Attila, a Kibic projektvezetője, a hírolvasó.com, a rádiós, és még sorolhatnám azokat a zsidó médiákat, amiket kitalált, megcsinált, ápolt, majd tovább lépett. Szép jó reggelt! Jó reggelt, szia! Mi történt a héten? Az, ami szerinted a legkimagaslóbb, beleértve az izraeli terrortámadásokat, áldozatokat is, akiket most beszélgetésünkkel egy időben, kettőt éppen örök nyugalomra helyeznek. Az egyik egy vallásos fiú volt, aki önkéntes volt, és most a sógora közelébe, hisz ő is egy terrortámadás áldozata volt, temetik. Ez valami borzalom. Hát igen, úgy tűnik, hogy egy elég durva terror hullám kezdődik most ott Cisjordániába, ahogy Júdea és Szamáriába, ugye ez nézőpont kérdés, hogy nevezzük. Tehát a rendezetlen jogállású területeken. Hát a legdrámaibb az természetesen annak a kisbabának a halála volt, akinek tegnap a temetését is közvetítették a videón a közösségi oldalon. Mert nincs annál borzalmasabb, amikor egy tálitba tekert, alig pár napos áldozatot helyeznek örök nyugalomra. Igen, és hát szüleit is nézni, szóval ez tényleg egészen szörnyű volt. Talán nem minden néző tudta követni az eseményeket, hogy most három vagy négy súlyos terrortámadás is történt, és az egyikben egy állapotos, egy 37-es terhességben levő kismama is áldozatul esett. Aki egy buszmegállóba állt, és a buszmegállóba várt, és a merénylő közéjük lőtt. És a kismama megsérült, és ezért a kórházba szállt. Megerősített hírek szerint nem csak eltalálta egy golyó, hanem rá irányították. Tehát nem kettő között eltévedt a golyó, hanem látták, hogy ő még ott van, és rálőttek. Igen, hát most ez az embertelenség nem fokozása, hanem azért higgyük el, hogy ezek nem véletlen eltévedt. Tehát a lényeg, hogy világra segítették ezt a kisbabát, de néhány nap múlva belehalt a sérüléseibe, és az édesanyja pedig életben maradt, és az édesapja is egyébként a sebesültek között van. Ez csak így a kontextus miatt érdemes talán megemlíteni. Tegnap volt egy gázolásos merénylet, amiben két katona meghalt, ketten megsebesültek súlyosan. Jeruzsálemben egy késeléses merénylet. A damaszkuszi kapunál egy idősebb urat akartak megkéselni, nem sikerült, és akkor az ott őrséget álló határőrlányt és határőrfiút, akik éppen nem voltak szolgálatban, és álltak és beszélgettek, őket sikerült a terroristának megkésélni. Ennek is a térfigyelő kamera felvételei, azok megtekinthetők a közösségi oldalon, meg talán a YouTube-on is. De igazából talán a hír, tehát a szörnyűködésen kívül azért érdemes egy kicsit tágabb kontextusba. Egy pillanatra imádok a szabadba vágni. Ami engem, tehát a gyilkosság és az események, ezek borzalmasak. De te mennyire látod azt, hogy az amerikai, az Izraelbe akreditált amerikai nagykövet azt mondta, hogy nem lehet egyszerre terrorszervezetnek is lenni, meg politikai szervezetnek is. Tehát például a Hamász vagy a Fatah el kell, hogy döntse, hogy ők most egy politikai szervezet vagy egy terrorszervezet. Hisz a gyilkosoknak honoráriumot osztanak. Hát a gyilkosok családjainak, mert ezek a gyilkosok, ezek általában... dzsihádok lesznek, és nem érik meg, igen, a másnapot. Általában, hogy mondják, neutralizálják őket ez az eufemisztikus szóhasználata Izraelben. És hát a hét eseményhez ezt tartozik, hogy két korábbi terrorakciónak is az elkövetőit tegnap ártalmatlanították, ami azért Izraelben elég komoly problémát okozott, mert az egyiket azt hónapok után sikerült megtalálni, aki egy családot írtott ki. De azért én ragaszkodnék egy picit a tágabb kontextushoz. Tehát ezek a
a terror hullámok azért mindig én bennem, és talán másokban is fölvetik azt a kérdést, hogy hát azért lehet, hogy egy kicsit mélyebbre kéne nézni a dolgoknak a gyökerét megkeresni, és a megoldások irányába valamilyen gesztusokat tenni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ennek az egésznek valószínűleg soha nem lesz vége addig. De mennyi gesztust akarsz tenni? A katári pénzeket beengedték, villanyt adnak nekik, élelmet adnak nekik, gyógyszereket adnak nekik. Egyszer hagynád végigmondani, amit szeretnék mondani. Tehát nyilvánvalóan tehát nem egy ilyen adok-kapok dolog, tehát nem arról van szó, hogy területeket kell nekik adni, jogokat kell adni, stb., hanem egy fejlesztési, tehát jövőt kell adni. Tehát nem ajándék kell, tehát ez nem egy piac, hanem jövőt kell nekik biztosítani. És erre szoktam mondani, tehát egy Marshall tervre van szükségük, tehát egy olyan fejlesztési tervre, ahol a gazdaság és az ipar, az embereknek az általános élete sokkal beláthatóbbá válik. Tehát azt gondolom, hogy ez egész kérdés másképp. Ez nem utopisztikus, amit mondasz? Hát nyilvánvalóan nem utopisztikus. Hát hogyha a második világháború után, hát annál utopisztikusabb ötletet nehéz volt elképzelni, mint hogy a náci Németországot pacifikálják, azután, hogy németek 10 milliói voltak elkötelezett hívei a nácizmusnak és eltűrője a holokausztnak, és konkrétan porrá bombázták az egész országot, hogy azután ennek az országnak reményt lehet adni, és egy demokratikus virágzó országot lehet ott teremteni. Hát azt gondolom, a palesztin kérdés ennél azért sokkal kevésbé utopisztikus. Igen, de azért Németországban a második világháború után, a 21. században az embernek, mint értéknek azért a helyén van az ember. A palesztin nemzeti hatóságnál nagyon sok anya van, aki jobban örül, hogyha a fia egy hádzs lesz, egy szent lesz, aki valamit tett és a túlvilágra küldött embereket, és ennek nyomán megélhetése is lesz a családnak. Igen, hát sokan mondják, hogy ez az iszlámból ered, tehát igazából ezzel nem lehet segíteni, de azért a történelem ezt nem igazolja. Tehát azért ez egy új jelenség, egy viszonylag új jelenség, ez az öngyilkosság fétisizálása azért az igazából az utolsó 20 évben jelent meg. Tehát korábban, amikor az arab nacionalizmus határozta meg a terrorizmust, azért akkor nem akartak ennyire meghalni. Tehát én nem gondolom, hogy ennek olyan mély gyökere lennének. De hogyha Franciaországban több 10 000 olyan ember van, aki a börtönben radikalizálódott, és ma keményen iszlamista, és nem tudni, hogy mi lesz a következő lépése, tehát nem lehet egy országot arra fölépíteni, egy Marshall-tervvel rendbe hozni nekik, és utána nem tudni, hogy közbe és utána, meg azután mit fognak tenni a szomszédokkal. Hát most az európai problémát azt szerintem nem kell feltétlenül összemosni, azért nagyon sok különbség van a kettő között. A radikális és az iszlamista az ott is az, meg itt is az. De azért sokan hajlamosak megfeledkezni arról, hogy itt Cisziordániában, tehát amikor palesztinokról beszélünk, akkor hát egy borzasztó picike területről és egy picike populációról beszélünk, tehát ez nem mérhető össze az európai projekttel. Hát egy Pest megyényi területről beszélünk, és körülbelül neked egy 2-3 milliós van, populációról. El, hogy a palesztin terrorizmus, tehát a 70-es évektől a legjobb terroristákból lesznek a békepolitikusok, tehát Arafatték, azért volt a fekete szeptember, és utána látjuk, hogy még mi mindent hajtottak végre, úgy Európában, mint a Közel-Keleten. Igen, de sokat beszélgettünk már erről, hogy addig, amíg két ország fizikailag ugyanazon a területen képzeli el a saját létezését, addig nyilvánvalóan nem lehet béke. Tehát Itt most ez a probléma, hogy másról van szó. Ugye van, aki azt mondja, hogy a két állami megoldást Cisziordániába, Gázába, stb., tehát vannak ezek a lerágott csontok. Ez úgy tűnik, hogy nem működik. Jó, akkor próbáljuk meg
megnézni, hogy mi lehet a hasonlóság. Strasbourgba tüntetnek, Párizs lángokba állt, a tömegeket kivitték az utcára, nincs, aki visszavigye őket. Ugye a strasbourgi események folytán úgy néz ki, hogy lehet, hogy nem mennek vissza. Ugyanúgy az izraeli határnál, Gázából heteken keresztül kivitték őket a, nem a mezőre mondom, hanem a határa, ahol a legkülönbözőbb gyújtási módszerekbe szinte lángba borították az izraeli határvidéket, nincs, aki visszahívja őket. Hát azért nehéz, a kettő között ugyan vizuális... Én látok egy vizuális párhuzamot. Ezt akartam mondani, hogy vizuális párhuzamon kívül nehéz más párhuzamot találni a kettő között. Egészen más társadalmi mozgások hívták életre a francia zavargásokat, de azért meg kell jegyezni, hogy van még egy közös benne, ami talán nem minden néző számára tűnt föl, hogy mind a kettő zsidók ellen irányul most már. Ugyanis a sárga mellényes mozgalomban is megjelentek azok a szlogenek, radikális. Azok a radikális szlogenek, amik azt mondják, hogy Macron a zsidók bábja. Tehát itt is már a zsidók elleni uszítás az ebben a mozgalomban is megjelent, de ezzel együtt a politikai hátterét tekintve én azért nem gondolom, hogy... Természetesen Szeres Attila gondolatait kibontjuk majd. Most gondolkozzanak ezen, amit ebbe a szűk negyed órában megtudtak, hisz hétfőn a kora esti órákban Attila visszatér, és láthatják majd a Világ zsidó szemmel műsorában, ahogy időnként engem igazít helyre, illetve azt szeretné, hogy önök előtt is világos és érthető legyen, amiről beszéltünk. Tehát Attilában legközelebb hétfőn a kora esti órákban találkoznak a Világ zsidó szemmel című műsorunkban. Most következnek az előzetesek. Az előzetesek után jön egy híradó, és utána jön a Pirkadat Extra. Tartsanak velünk! Sára!